akkor el is végeztünk a agyjával. Többi már fuxi dolga lesz. Hát lehet, hogy azt is felveszem. Remélem nem cseszik ki velem ez a szerkesztő program, aztán nem kell 25-ször új lerendelnem. Bízok benne. Most azt következik, hogy ezt a felgyülemlett füvet, amit ide feltekert ez a masina, ezt hát kis fejszével szoktam lefucolni. Már sem tudok kitalálni egyelőre. Hát ami ilyen, azt ugye csak le kell söpörni, azért ne legyen egy kosz rajt. Szerintem idő, ha már lesz használva, hülyeséget mondok, hiszen itt a, ez még rávár. Ugye ez a terület. Ez a terület még erre a kaszára vár. Egy szárvágó vagy fűnyíró, ki minek mondja, nem tudom. Én fűnyírónak mondom. De akár szárvágónak is lehet mondani, mert simán viszi a kukoricaszárt is. Jó, mindjárt akkor kihozom a kis fejszét, aztán nekiugrok ennek a kupac fűnek. Jó, rá van tömörödve, vagy kés kell hozzá, jó, és kés végigvágni, és akkor lejön egybe, vagy kis fejszével ugyanúgy végigvágni, és akkor elvileg lejön egybe, vagy legalábbis darabokba. Könnyen mind lefejteni róla, az biztos. Na és akkor a célszerszám. És akkor valamilyen szinten persze, ha van éle a fejszének, az jó dolog, mert ennek lehet, hogy nem sok van. Nagyon rátömörítette. Amit ez ellen kell találni. De azért már alakul. Így szépen lefejli. Nem kevés füvet szeret nekem itt össze. Krumplifűdön is, amekkora gaz van, így elég magas a fű, és hova föl tudja kapni. Egy kicsi füvet ugye nem kapja föl, de hát abban meg nem megyek bele. Most meg ott a tologatós fűnyíró. Lassan kihámozom. Csukló is már. Itt ez a nagy csavar. Tudom, mennyire látszik, itt látszik már. Itt ez a nagy csavar is. Hosszúan kilóg a szára. Úgy hagytam. És ugye ez nagyon sok. Egyszerűen elkapja a füvet. Fel is szedi.
közben megpucolta nekem itt ezt a részt. Hát az olajat is, a zsírt is leszette innét. Hát, nem tudnám nyomni már ezt a spöcköt. Nem tudnám húzni, hogy és akkor elvileg könnyebb dolgom lesz. Csak úgy attól félek, itt a szíveringet is benyomja, ha itt, nem tudom, biztos, hogy van szívering. Ez a sok mazat. Tönkre vágja. Itt majd kitalálok. Így. Úgy. Nem, amit ki kell találnom ez ellen. Ha már nem is eszem már aminek. Így. Mint látható, elég sok fűvet összeszedett. Jó, így már van tisztítva. Oké. Ennyi volt egyelőre akkor a Vinkovicsos videó, és akkor nem sokára hozom ki a fuxit, és akkor azzal folytatom a kaszálást, mert hát ennek most neki nem állok neki, mert tényleg, mint mondottam, van itt kukorica, mi egymásom még kell, meg ott bent még a tök, ott van, úgyhogy ez egyelőre még felejtős, bár szép idő van, de felejtős, ugye, könnyebb lenne most lekaszálni, mint mikor megázik, meg harmatos. De mindegy, ennek a nagy vastag fűnek szerintem nem számít, ha kicsit vizes. Max a talaj jó száraz, jó kemény, nem süllyed meg a masina benn. Annyiból jó lenne, de hát ha érjen a magnak való kukorica is, meg maga a sütőtök is. Még van idő, szép időt mond a hétre, úgyhogy meg még utána is szerintem, úgyhogy ráér. Jó, hát akkor lassan akkor bemegyek. Egyet hörpintek, mert ugye a védőitalom, ami ott figyel, elfogyott. Addig elfogyott. Úgyhogy egyet hörpintek, összerakom a fuxit, mármint úgy, hogy feltankolom mi egymás, aztán jövök ki duhajkodni.